Magyarország 300 ezer COVID elleni oltást rendelt az EU számára fenntartott kontingensből, mondta híradónknak Rusvai Miklós. A virológus hozzátette, ez a Pfizer-BioNTech legújabb vakcinája, amelyet még az évelei Omikron variáns ellen fejlesztettek, de hatásos a mostani Eris vagy Pirola variánsok esetén is. Ez a vírus itt maradt közöttünk, besorakozik a többi, jó néhány ilyen van, felső légúti hurítot okozó fertőzés közé. Pusztai Erzsébet infektológus a ma reggel is Startban beszélt a COVID-járvány jelenlegi helyzetéről. Mint mondja, adatközlés hiányában nehéz pontosan megállapítani a mostani megbetegedések alakulását. Szerinte a szélesebb átoltottság miatt, és ahogyan maga a vírus is módosul, jóval ritkábban okoz komolyabb tüneteket. Ugyanakkor az oltás nem akadályozza meg a megbetegedést. Föl kell készíteni az immunrendszert. Szedjenek az emberek D-vitamint például. Különösen a téli időszakban, ahol szükséges, ott az orvos írja föl, különösen azok, akiknek sokféle betegsége van, mert a D-vitaminnak nagyon-nagyon fontos védő szerepe van. Most a hűvös idő beköszöntével megint egyre több megfázásos eset van. A virológus ennek ellenére úgy látja, egyelőre nincs szó újabb járványhullámról. Mivel a lakosság részleges védettséget szerzett a Covid-dal szemben, ezért Rusvai Miklós csak a rizikócsoportnak ajánlaná az emlékeztető oltást. Elmondta, Magyarország 300 ezer adag Covid elleni oltást rendelt. Ez mindenképpen már az új típusú vakcina, mindenképpen a Pfizer-BioNTech vakcinája, tehát az EU csak ebből az oltóanyagból rendelt az idén, és ebből az EU számára rendelkezésre álló 10 millió adagból 300 ezer van fenntartva a magyar lakosság számára, hogy ez mikor fog megérkezni, az nem tudható. Fontosabbnak tartom az influenza elleni védőoltást, elsősorban a rizikócsoportok számára, tehát az idősek, súlyos légzőszervi betegségben szenvedők, azok, akik valamilyen immun elnyomó kezelésben részesülnek, vagy daganatos betegségük van, és ami nagyon fontos és kiemelendő csoport, a kismamák. Rusvai Miklós hozzátette, mind a COVID, mind az influenza elleni oltást akár egyszerre, egy időben is be lehet adni.